Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A szem hibáinak korrigálása. A szem egy összetett optikai rendszernek tekinthető, amelyben két lencse, a szaruhártya és a szemlencse képezi le a külső tárgyak valódi kicsinyített képét a szemgolyó hátsó falára, az ideghártyára, a retinára. Egészséges szem esetén a szembe érkező fénysugarak az üvegtesten való áthaladás után az ideghártyára, azaz a retinára érkeznek meg, és itt válnak képpé. Helyezzük a mágnes táblára a szemmodellt, és rakjuk a megfelelő lencsét a táblán bejelölt helyre. Egészséges szem esetén a fénysugarak éppen a megfelelő helyen találkoznak, mégpedig az ideghártyán, a sárgafoltnál alakul ki az éles látás. Ezután vizsgáljuk meg a különböző szemhibák esetében, hol keletkezik a kép, és ez hogyan korrigálható. Helyezzük a mágnes táblára a rövidlátás szemmodellt. Jól látható, hogy az öt párhuzamos fénysugár hamarabb találkozik, ilyenkor beszélünk rövidlátásról. A rövidlátás szemüveggel, megfelelő lencsével korrigálható. Helyezzük a mágnes táblára a megfelelő korrigáló lencsét, azaz ebben az esetben egy szórólencsét, és jól látható, hogy ekkor a fénysugarak a megfelelő helyen, az ideghártyán találkoznak. Nézzük meg a következő esetben a távollátás szemhibát. Ilyenkor a szemhibájából adódóan a párhuzamos fénysugarak az ideghártya mögött találkoznak. Ez a szemhiba is korrigálható megfelelő lencsével, egy gyűjtőlencsét helyezve a szem elé. Elérhető, hogy a fénysugarak ismét az ideghártyán találkozzanak. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!